kedves nézőink és hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm őket. Párbeszéd az emberért, ha vagy egyházak szerep a mai társadalomban, a című műsorunk. Mai vendégével együtt, dr. Mihály Balás Balázs, agrárnérvökből Na de hát erről fogunk majd beszélni, hogy hogy válik valaki egy agrármérnökből az iszlámvallás egyik Magyarországi közösség alapítójaként, és hát annak vezető személyiségéként. Nagy szeretettel köszöntelek, Balázs, Hát nem ma ismerjük egymást, így aztán gondolom, hogy ez a, ez a beszélgetés. Meg hát talán a kort is vegyük te, most 61. Te én, meg, én meg a két hetes befejeztem. <laughs> <laughs> Folytatom a következőt. És hát még egyszer örömmel fogadlak, és örülök. Köszönöm szépen. Egy kicsit olyan dolgokról is tudunk beszélni, ami talán a nézőket és hallgatókat is azért érdekli, mert benne vagyunk egy olyan levegőbe, abban sok kérdőjel van az emberekbe. Hát ha talán ez a beszélgetés valami közelebb hozza az, hogy végül is Magyarországi iszlám közösség alakulásától kezdve, Magyarországnak a mai szerepe az iszlámmal kapcsolatosan, milyen kell, hogy legyen párbeszéd az emberér. Ez a cím a műsornak. Szeretettel köszöntelek. Köszöntöm. Közösen És hát az azt kellene, hogy. Euh, mégis ki az ki a Mihály Fibalás. Szóval, ahogy említettem, hogy lesz valakiből egy, egy, egy olyan vallásnak a egyik szóvivője is, idézőjelbe is gyakorlója és vezetője. Hogy indult a te életed, és ezt az impulzust ezt honnan kaptad? Békesség, ez a mi köszöntésünk, Igen. ugye, ami szalámból adódik, hiszen az iszlám maga a békét jelenteni egy alifal i, szalám, iszlám, így jön össze. Tudom, a mai kor, az nehezen igazolható és hozható össze, de ez is magyarázatra szorul. Nos, az életem végül is, életemnek ez a szakasza, ez Gödöllőn indult, ahol Agrárt végeztem, kollégiumban laktam, és a szobatársam egy szodáni diák volt. Két más kultúrából, vallásból indultunk, én erős római katolikus nevelete, neveltetésben részesültem, ő pedig hát az iszlám talaján volt, de egyikünk se volt nagyon vallásos. Hol születtél? Én római katolikus család, értelmiségi családban születtem. Budapesten? Budapesten, ráadásul ugye egy jellemzően római katolikus egyház megyéhez, egyházi körzethez, Mária Remetéhez tartoztam, ami búcsújáró hely, tehát ez meghatározta a gyerekkoromat. Nos, a gödölői évek azok viszont mást hoztak, elsősorban a nyelvet. Ugyanis nem úgy ismerkedtünk a szobatársammal, hogy neked mi a vallásod, vagy neked, hiszen egy, ez, irreal, ez is lett volna egy, egy fiatal ember számára. Ott mentek a diszkók, mentek a táncok, mentek az kor, korhoz kötődött szokások, de jött egy nyelv, ugyanis a fiú mindig mondott valami szót arabul, amit elsajátítottam, és a szavak összeálltak mondatokká majd három év együttlét után levizsgáztam arabból. Ez azért volt jó, mert minden puskát arabból tudtam megcsinálni, és így gyakran vissza is adták vizsgákon ezeket a kis puskákat, mert nem tudták, hogy mi az. Nos, de jó. Viszont megkérdeztem egy nap barátomat, hogy mi az arab nyelv csúcsa, és ő erre válaszolta, hogy a Korán és elhatároztam, hogy az ő emlékére, tehát semmiféle ideológiai háttér vagy indítatás nem volt, lefordítom. Igen ám, de a korán az egy, nem egy újságcikk, hogy csak oda tesszük magunkat és lefordítjuk, mert gyakorlatilag kinyilatkoztatások tömege, de minden kinyilatkoztatás mögé egy történet tartozik, hiszen annak az eszenciája a kinyilatkoztatás. Tehát hozzá rengeteget kell olvasni. Úgyhogy ezt látva, és látva a bonyolult feladatot, mint egy rejtvényfejtési lázba estem, és kezdtem beszerezni ezeket azokat a könyveket, tafsírokat, magyarázatokat, stb. És az életpályám úgy alakult, hogy mint agrármérnök küldtek ki a mezőgazdasági cégek Líbiába, majd Egyiptomba, és itt alkalman volt helyi ö, tudósokkal konzultálni, és nyolc éves munka után megszületett a úgymond korán fordításom, amit én sosem mondok fordításnak, mert ez helytelen, ugyanis a korán lefordíthatatlan. Ez nyelvi sajátosság, Igen. hát az ipofai papnak fapipája van, mert ezt se lehet angolra lefordítani, tehát vannak olyan dolgok, amik nyelvhez kötődnek, illetve a szavak jelentéstartalma nem mindig fedi ugyanazt az adott nyelven az anyanyelv megfelelő szavát. Nos, amikor kész lett, elhatároztam, hogy elküldöm különböző iszlám centrumokhoz ezt a fordítást, és hát nem jött nagyon válasz sehonnan, hiszen sehol nem tudtak magyarul értelmezni <laughs> szövegeket, de az élet úgy adta, hogy amikor Egyiptomba kerültem tartósabb kiküldetésre, akkor... Miután tolmácsoltam is, és, és a tolmácsolás révén megismertem magasrangú személyeket, minisztereket, az egyik miniszter, Iszám Rádi öntözési miniszter bevitt az Al-Azhar sejkéhez, ez az egyiptomi iszlám tudományok fellegvára, mondanám teológiának, hogyha a teológia igen, szó igen. menne az iszlámba. És az Azhar sejke kérdéseket tett fel a kordítással, tehát egy komoly két órás megbeszélésünk volt, majd eztán azt mondta, hogy rendben van, mi is megkaptuk a fordításodat, nem tudjuk elolvasni, nem tudjuk, de megnyitom a kapukat, és te ide jöhetsz tanulni, kijelölöm azokat a sejkeket, akik veled foglalkoznak. Nos, az Aszhárnak van kétféle úgymond oktatási rendszere, az a tantermes, a modern rendszer, illetve a klasszikus, én még a klasszikus élvezhettem, ez azt jelenti, hogy az hatalmas teremnek, az, az oszlop csár, csarnokában minden disziplína, minden tudomány képviselője, sejkje ott ül egy oszlop tövében, és a köré emberek csoportosulnak, hallgatók csoportosulnak, és ő diskurzus vita alapon eh, magyaráz. És ahol az embernek a gyengéjére tapint, ott elküldi könyvtárazni, vagy utána nézni dolgoknak, majd visszajön, és amikor a diskurzus olyan medert terelődik, hogy tovább engedi, akkor mehet a következő oszlophoz, egy következő disziplinához. És van 26 oszlop, 26 disziplína, és ezt kell körbejárni, és van, akinek négy év, van, akinek húsz év, ki az adottsághoz képest, én 82-től 86-ig jártam ezt az oszlopsort végig, és eztán következett az, hogy úgymond ki kiáltottak, azaz, hogy seiknek nyilvánítottak erről, nincs papír, nincs semmi, ezt mindenki tudja. És amikor ez megszületett, akkor 86-ban hazakerültem, és elhatároztam, hogy ennek a tudománynak, ennek a vallásnak, ugyanis ez több, mint az európai értelemben vett vallás. Tehát nem csak hit, a hit az gyakorlatilag az egyharmadát jelenti az iszlámnak. Ez tudomány is, hiszen ha nem ez lett volna, akkor a 12. századig nem ez az iszlám fémjelezte volna annak a kornak az adott tudományos názáját, fellegvárát, uh -huh. Kordobától Toledóig, illetve Bagdadig. Aztán jött a mogul, tatár, stb. stb., ami az egészetnek más irányt vett, és eljutunk a mai napi mélypontig. Illetve a harmadik egyharmad, az pedig maga az államrendszere, tehát az iszlám államforma is nem demokrácia, nem diktatúra, iszlám államforma. Ennek megvan a maga rendszere. Nos, én nem államot akartam alapítani az a jövetelemkor, hiszen kisebbség évén ez erre nem, még az iszlám sem ad, a korán sem ad lehetőséget, hanem egy, egy, hanem egy vallási közösséget, és így történt az, hogy két éves előkészítési munka után, 1988. augusztus 15-én, és erről már te is tudsz rengeteget mondani, megalakult hivatalos, hivatalosan is Magyarországon a magyar iszlám közösség. Igen, hát ez volt a... Kikből állt ez? Ugye mondtad, hogy egyetemi hallgató társad, gondolom, illetve nem gondolom, hát tudjuk, hogy akkor Igen. műszaki egyetemtől kezdve több egyetemen elég sok arab diák volt, és ezek, ezek gondom adták de azért biztos, hogy úgy, mint te, úgynevezett más keresztény vallásból esetleg az iszlám valláshoz való kötődés is adta a közösségnek egy bizonyos részét, ha így volt. Arab nem lehetett, mert csak magyar állampolgár magyar lehetett állam. alapító tag, és azt hiszem 125 alapító tagot, mert akkor száz volt a minimum, szettünk össze. És ennek alapja az volt, hogy már vegyes házasságok voltak. Tehát a vegyes házasságokban a magyar térfél, aki felvette az iszlámot, az csatlakozott, illetve kimentem a köztemetőnek a 124-es parcellájába, ami muszlim temető, és mellette török temető is van, és leírkáltam a fejfákról a neveket, és próbáltam telefonkönyv, akkor még nem volt internet alapon nyomozgatni, családok után nézni, és így is akadt pár ember, akit sikerült megtalálni a múltból. Hiszen ne felejtjük, hogy az első világháború megelőzően Boszniát annektálta, Bosznia hercegovinát az osztrák-magyar monarchia, és abból az időből rengeteg muszlim került ide Budára hiszen akkor alakult meg a Gül babáról elnevezett első Mohamedán, tehát helytelenül Mohamedánnak illetett egyházközösség Düris Hussein vezetésével. Nos, a lényeg, hogy összejött ez a 123 ember, főleg így vegyes házasságokból, illetve régi családi leszármazásból, illetve azt is kell mondanom, hogy volt, aki úgymond érdekességet látott ebbe a dologba. Tehát van, aki úgy veszi fel a vallást, hogy valami mást vár, utána mondja, hogy, hú, hát nem is erre számítottam, de akkor már felvette, tehát <laughs> meg volt ez a, ez a szám. De a későbbi, úgymond, amíg én voltam a vezetője, nálam olyan 450-460 ember vette fel az vallást. De azért ezek az itt lévő arab diákok azért részt vehettek ezeken hogyne. a közösségi... Hogyne. attól, hogy nem hogyne. voltak magyar állampolgár. Hogyne, tehát mintha vallás gyakorlunk, hogyne mindenképpen. Sőt, úgymond mindenféle joguk megadatott a közösségen belül, csak amikor a bejegyzésről volt szó, igen, a igen. magyar törvények értelműben csak magyar állampolgárra lehetett számítani. Na és akkor így indult, hát de, és hol? Mert azért Nos, valahol el kellett kezdeni ezt a vallási közösségi életet, ami hát. Ipar utcában, és milyen, ugye ellentmondásos, hiszen az iszlám tiltja, a e, alkohol, stb. Pont a cvakkék adtak egy e, klubhelyiséget, ahol elindult, majd a, e, Ipar utcából a Mikó utca első kerületben szintén akkor már egy ima termünk keletkezett, és én ott e, értem a végemet, 1996-ig e, töltöttem be ezt a funkciót. Tehát e, a Mikó utcában. Igen, utána jött a bolek... Így van, Zoltán. így van, így van. És aztán utána ott is egy másik közösség is létrejött, mert ma, ma, ma ugye kettő iszlám közösség van. Fogalmam sincs, hogy, a, hogy, miért pont kettő, és miért nem folytatta tovább a te általad. Én úgy fogalmaznék, de ezt te tudod jobban, hogy végül is itt nem az mondod, hogy sít a szunita, hanem, hanem az iszlám vallásnak a alapja és általános ismerete volt az alap, nem? Az, hogy mi történt 90 után, nem tudom, és nem is követtem, mert nem éltem Magyarországon. Amíg arról az időszakról tudok nyilatkozni, ameddig én próbáltam egybefogni ezt a közösséget. Nos, miután én 8 évet for, azzal törődtem, hogy hogy fordítom le a Koránt, és ott semmiféle megosztás nem szerepel Igen. a Koránon belül. És a Korán nem síta Korán, nem szunita Korán, nem ilyen alapítványhoz, meg olyan alapítványhoz, között, hanem próbáltam ezt az egységes szemléletet továbbvinni, hiszen Mohamed proféta békére se volt, se síta, se szunita. Ez az egész dolog utána keletkezett, amikor már politikává vált ez az egész dolog, és a politikai és a hatalom kérdése úgymond megfertőzte az iszlámot, és ezek kalifátusokat, illetve irányzatokat uh -huh. hoztak létre. Tehát, és amikor elérkezünk a 20-21. századig, akkor még 20-ről beszéltünk, és rengeteg szektája irányzata alakult ki, amelyek között vannak békések, illetve egymást szemben álló irányzatok. Ezek a világon rengeteg, úgymond, alapítványt hoztak létre. Ezek az alapítványok és ezeknek a szelei csaptak be Magyarországra is, és ezek próbálták ezt az egységes szemléletet megmondani. Azt azért, mivel ez egy kicsit vallási ismeretterjesztő műsor is, hogy végül is ugye sokan hallják, hogy a síták és a szuniták egymást hogy is mondjam, hát írtják, így is lehetne mondani, de minden esetre nem egymás mellett élnek, hanem egymással szembe. Mi a kettő közt a különbség? Nos, eh, Mohamed proféta halálát követően eh, vita folyt, hogy ki az, aki az ő földi helytartóságát eh, tovább viszi. Half az azt jelenti, hogy valami mögött, valami mögött állni. Na most Khalifa, hogy ki az, aki Mohamed lekövetője ki az, aki az ő halifája lehet, és az ő hiláfáját, az az ő kalifátusát tovább tudja vinni, és az előbb említettem, hogy ezekkor már nem hit csupán, hanem hit, tudomány és államforma. Nos, itt két szemlélet ütközött egymással. Az egyik azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy családba vagy nem családba tartozik, hanem az ő szunnáját, hagyományait kell továbbvinni, és ebből adódott később ez a szó, hogy szunnita. A másik pedig azt mondta, hogy nem elég, ez nem elég, hanem az ő családja, háza népébe is kell tartozni, és volt egy Ali imám, eh, Ali Abi Tálib, aki az ő unoka fivére volt, és ő követelte magának szintén a jogot a vérvonalhoz, az ő siájába tartozás Aha. révén, és itt vált ketté, és innét indult el gyakorlatilag nem a hitbéli elkülönülés, hanem a hatalmi kérdések, hogy ki az, aki, mert miután az államforma is, hogy ki az, aki a hatalmat gyakorolja az iszlám fölött és ezután a tovább szektásodott, de ezeknek a szektái főleg azt mondja, jog, úgymond jogi iskolák, mert az iszlá, a szunita iszlámban a fő, négy fő jogkövető jogiskola, ugye a Sáfáita, a malikita, a Hambalita és a Hanafita, ezek mind Hambal, Sáfai, tehát a, 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 a tudósokról kapták a nevüket, hiszen óriási területen terjedt el az iszlám, tehát rengeteg helyi hagyományra is rá kellett épülni, és nyilván különböző jogkövetéseket kellett uh -huh. ezeknek az iskoláknak előírásként gyakorolni. Tehát, de ezek már csak a külsőségekben nyilvánultak meg, tehát a, a, a jogiskolák ezek nem Szakadtak kalifátusokká. Volt, hogy egy kalifátuson belül több jogiskal is volt, de ott a, a kalifátus az valóban hatalmi kérdés, a jogi iskolák azok már nem hatalmi kérdés. Uh -huh. És hogy ez egy nagyon bonyolult dolog azért, mert gyakorlatilag a önmagunkon belüli szakadások egy részét önmagunkban kell keresni, mint ok, de nagyon sokszor külső okok felerősítették ezeket a szakítási folyamatokat, hiszen hogyha csak a középkort nézzük, és azt tekintjük, hogy egyik oldalon ott vannak a Abbasidák, azaz a mai Irak területén, a másik felén az Omajádok, a spanyol területeken, az Ibérián. Ugye Ibéria betámadta a keresztény Európát, viszont a, a másik oldalon pedig Bizáncot. Nyilván Bizánc megtámogatta az Omajádokat, és a keresztény és Róma megtámogatta az abbászidákat, mert időközben Bizánc is szembeállt ezzel a, a keleti egyházal, nyugati egyházal, tehát ott keresztbe pénzelések, keresztbe akciók voltak, ami utána felerősödött szekták elkülönít, elkülönítések irányába. És ennek csúcsán vagyunk ma, ahol a politika meg tobzódik, hogy hogy lehet Most hogy az hát sokféle államban. Melyik most ha vegyük ezt a síta és a szunita Irak, Irán, Egyiptom, stb. stb. ezek melyik irányzathoz tartoznak most, melyik ágához akkor most mondom a síta vagy a szunita? Mert ugye végül is Szíria, Irak Egyiptom és itt tovább azért bizonyos dolgokban egységesek, de mégse. Te az iszlám világra nem mondható ki Egyértelműen, hogy csita szunita valami ághoz, mert főleg szekulárisak. Tehát, és ez a szekularitás abból adódik, hogy 1924-ben megszűnt a kalifátus, mint intézmény. A török kalifátus volt az utolsó, ami, mint jogrendszer fönnmaradt. És ez egy óriási probléma, és ennek a skizofréniáját éli meg ma az egész iszlám világ. Megmondom miért. Nem, mintha visszasírnám a kalifátus intézményét, mert ami ma van iszlám állam kalifátus címszó az minden csak nem állam és nem kalifátus és nem iszlám. Nos, a kalifátus intézménye, mint mondtam, hogy hit, tudomány és állam. Tehát nem csak hitet adott, hanem megélhetést. Tehát az, aki a kalifátusban Élt alkotott működött, az nem csak mecsetbe járt, hanem a kalifátustól a megélhetését is várhatta. A kalifátus felbomlásával a hit megmarad, de a megélhetést már csak egy szekuláris állam tudta garantálni. Na most Csapongjunk egy kicsit, térjünk át az 50-es, 60-as, 70-es évekbe, Igen. ahol rengeteg, a gyarmadbirolón felbomlása után rengeteg vendégmunkás özöllötte el ezekből a régiókból Európát. A megélhetési funkciót meg, Európa tudta akkor pótolni. Tehát ezek az emberek, akkor mint vendégmunkások, rengeteg pénzt tudtak hazaküldeni. Van, aki gyakorolt a hitét, van, aki nem. És a 80-as években bekövetkezett egy olyan dolog, hogy családegyesítési törvények az európai közösség, akkor még nem volt EU, parlamentjei elfogadták a családegyesítési törvényeket, tehát jöttek a papák, mamák, tehát azok, akik nem vendégmunkásként, hanem inaktív családtagként jöttek Európába tömegesen, meg kétszeresen megduplázódott, meg, meg háromszorozódott a muszlimok létszáma, de olyanok jöttek, akiknek volt idejük a vallással törődni, így hát egy területen, egy aránylag kis területen ez Európa, olyan iszlám irányzatok, gondolatok találkoztak, amelyek térben és időben azelőtt még soha. És ezt a kérdést se Európa nem kezelte, semmi és időközben meg bekövetkeztek a gazdasági és pénzügyi válságok, tehát a szekuláris Európa nem volt képes azt a funkciót ellátni, amit annak idején a kalifátus, hogy a megélhetés, és a megélhetés funkció kiesésével felerősödtek az úgymond hitbéli megoldások, és ekkora már a Uh, uh, úgymond hit, uh, a missziók betöltötték telepük, uh, szerepüket, jöttek mindenhonnan, mecseteket építettek egyebek. Kérdés az, hogy miért a második, harmadik generációval van a gond. Hát azért az első, vel nincs gond, meg volt a megélhetése. Az ő gyerekeit meg nem ő nevelte föl, hanem a, azok a családegyesítéssel bejött emberek, papák, mamák, nagymamák, akik meg hozták a Maguk agyában azt a vallási felfogást. Tehát a mai, úgymond, második, harmadik generációban ritkán, ritkán, mert nem általános előadódó problematikát, hogy itt terroristák, egyebek, ezeket nem az első generáció, hanem a második, illetve a bejövők nevelték föl. Úgy, uh -huh. úgy azt, hogy... azt hadd kérdezzem, ugye az arab világban, például Szaúd-Arábiában, azt hiszem nem jártál? Vagy de jártam, jártam. Ö, hogy ugye én annak idején kérdeztem például Bolek Zorit, hogy melyik, melyik, arab állammal van neked a legszorosabb kapcsolat, akkor azt mondta, hogy Szaudarábiával. Miért lehetett ez? Hogy a magyar közösségnek kvázi támogatója elsősorban a arab világ egy, azt lehet hogy egyik leggazdagabb államával. Ez lehet, hogy az ő idejében így történt, az, és nyilván ő ebben függetlenül választ tud adni, hiszen ő irányítja jelenleg. Az én időben nem volt ilyen ország. Tehát én nagyon erősen elhatárolódtam attól, hogy bárki is pénzzel támogassa a közösséget, mert tudtam azt, hogy akkor elhúzza abba az irányba ezt az adott közösséget. Tehát Hívtak Iránba, hívtak Szaudiba, ajánlott, eh, ajánlottak mecsetépítéseket, iszlámcentrumépítéseket, ezt te jól tudod, ezeket mind rendre elutasítottam. Nagyon szépen köszönöm. Egy kis szünetet tartunk, és folytatjuk. Valóban tényleg a mába jövünk. A mai problémákra eh, hogyan látod különböző irányzatokat és megoldásokat? Folytatjuk tovább a eszmecserét, mába megyünk, hiszen itt egy több ezer éves vallás magyarországi megjelenési formájáról beszéltünk eddig, és ennek a történetiségben te szerepel. Hogy látod, hogy a, ez a ma világszerte feszültséget okozó, általad már korábban elmondott, máskor is elég jelentős úgymond vendégmunkás tömeg jött Európába, hogy ezt e, hogyan kezeli az állam? Az államok tudják-e kezelni, és ha igen, akkor hogyan lehetne ezt úgy, hogy ez ne feszültségeket és ne hát esetleg félelmet okozon az emberekben? Ez az okokról korábban már esett szó, és viszont abban nem szeretnék bemenni, hogy milyen, állami szintű megoldások, illetve nem megoldások vannak, mert az igazság, hogy én úgy veszem észre, hogy a elmúlt 60-70 évben ezt az egész kérdést szőnyeg alá söpörték, tehát nem volt épkézláb megoldás arra, hogy úgymond platformok vagy intézmények jöjjenek létre, egyáltalán, hogy mi megértsük egymást, mert gyakorlatilag arról van szó, hogy nincsenek kommunikációs eszközeink egymás között, nincsenek meg azok úgymond a joghatóságok, amelyek tisztázni tudnánk egymás között a, a problematikát. Tehát eh, emlékezzünk vissza, hogy Magyarországon is a vajdaság intézményének a megszüntetésével az egész roma kérdés felborult és eh, kaotikussá vált. Tehát itt is ez a helyzet, hogy az iszlámban is megvannak azok, meg lennének azok a párbeszédre alkalmas eh, intézmények, joghatóságok, amelyek nem mecsetek, mert a mecsetek nem a párbeszédre, hanem a hitre <laughs> jöttek létre. És ezekkel nincs meg a megfelelő összhang. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy amikor bekövetkezik egy gazdasági válság, és a multi kivonulnak Európából Ázsiába, mert a olcsóbb munkaerőt találnak, akkor rengeteg ember kerül az utcára. Na most, akik a nyugati utcára kerültek, azoknak jelentős része muszlim. Na most ő ezt nem úgy éli meg, hogy válságban és utcára kerültem, hanem valami szegregációként éli meg. És keresi az okokat, és nagyon könnyen a mecsetek irányába fülébe tudják sugni, hogy mi lehet az az ok, ami miatt te utcára kerültél. És itt, itt nincs meg az a kommunikáció, ami ezt helyrehozná. Itt nem a mecsetek lebombázásáról van szó, hogy az a megoldás, mert az még nagyobb bűn lenne és olaj a tűzre, hanem hiányzik az az intézmény, aki ezekkel úgymond, amit Amerikában egy pszichológus ellát, itt egy jogi formát. Szerinted a mind a két fél számára Számára hiányzik ez a párbeszédet folytató folyamatos kommunikáció, vagy az arab világ szívesen fogadná, csak nincs egy fogadó egy másik párbeszéd, másik fele. Vagy én, azt mondod, hogy sajnos mind a kettő négyen. Én azt mondom, mind a kettő, és ezt akartam az előbb kihozni a dologból, hogy mind a ketten tükörbe kell nézzük és bevallani a elvétett hibáinkat. A mi hibánk az az, hogy vallási elkülönítésbe elkülönülésbe próbáljuk megfogalmazni a problémáinkat, ami nem elsősorban vallási, egy az Isten, akkor nem lehet különböző értékrendje annak az egy Istennek ilyen meg olyan formában, egyházi vagy a vallási közösségek formájában. Ez, igen, erősen gazdasági és politikai kérdés. Na most azt fel kell tenni ezt a kérdést, hogy mi az érdek? Az, hogy most összeütközzünk, vagy az, hogy kibéküljünk? Hogyha ezt az alapkérdést meg tudjuk fogalmazni politikában, akkor tovább tudunk lépni. Hogyha van erre egy olyan válasz, hogy ne konfrontálódjunk, akkor, vi, akkor viszont össze kellene dugni a fejünket közösen, és nem csak egy térfél, ne csak Európa, hanem Európa és a muszlimok együtt, hogy mi legyen ez a megoldás. És erre még nem jött indítvány se tőlünk, se tőlük. Ez egy nagyon érdekes, hiszen a, az én műsorom címe, ugye párbeszéd az emberért, Itt végül is az emberről hmm. van szó, és ha nincs párbeszéd, akkor az ember egyszerűen nem érzi jó magát, mert nem tudja, hogy hova tartozik végül is. És nem tudjuk a választ, ugyanis, ugyanis hogyha az embert, mint faktort kihagyjuk az egészből, és a világot csak a rossz logikájából akarjuk megérteni, akkor mindenre ott a magyarázat. Hogy a hadigépezetnek működni kell, a fegyvereket el kell adni, a bankok hitelt kell, hogy kihelyezzenek, tehát kellenek konfrontálódási zónák, kellenek destabilizációs övezetek, és akkor megtaláljuk a választ. De hogyha a jó logikájából próbáljuk megközelíteni a dolgot, és hogy béke legyen, és hogy megértés, holott hasonló értékrendeket is vanunk, egyszerűen a jó logikájából nem tudunk választ kapni. És ez a borzasztó, és ez egy skizofrén helyzet Európán belül, ami erősíti a mi szétválási vonalainkat, és erre meg rá tudnak erősíteni azok, akik ebből hasznot fúznak. Nagyon érdekes, amit mondasz, ugye azt hiszem, ez kevesen ismerik ezt a fajta gondolkodást, aki mindkét mindkét életet megértett, tudja, és, és, azok gondolkodását is tudta követni, és tudja követni. Te most egy olyan szervezetnek vagy a vezetője, amelyiknek ilyen koordinatív szerepe van. Ez segítheti -e, de erről mondjál azért egy pár dolgot, ezt a fajta párbeszédnek a legalábbis a csíráját, vagy valamennyi formában, hogy valóban mindig az ember legyen központban, és ne a mindenáron pénz és a hatalom. Mindjárt akkor az iszlám alapelveivel kezdem. Az iszlámnak két fő irányzata, az akída, azaz a doktrinákkal, a hitelvekkel foglalkozó irányzat, és a sharia, az a jogrend. Talán a katolikusok azt mondják, hogy rendtartás. És ez a sária nem azt jelenti, hogy kézláblevágást, ez csak a mai banalizációja Igen. a dolgoknak. Ez egy hatalmas könyvtár a különböző jogokról, hiszen említettem az iszlám állam is. Igen. Tehát az államban kell egy jogrend. Egyébként róma, római jogon alapszik. A, a sárjá két részből áll, ibádát szolgálatokból, és maámalát tranzakciókból. Tranzakció. Na most, a tranzakció az azért fontos, mert a dialógust megkönnyíti, hogyha én egy vegyes társadalomban élek, amely Európa, hogyha én nem tudok tranzakciót leszabályozni az én csapatom és a te csapatod között, és, az, és milyen tranzakciós formák vannak: az üzlet, a fogyasztás, a pénz. Ezeken mi találkozunk. Ezért jött létre Bécsben, ez az intézet hogy európai fatuatanács, amely halál ügyekre szakosodik, tehát mindazokra a fogyasztási cikkekre, értékesítésekre, és az iszlám a pénzt is fogyasztási cikknek tartja, hogy milyen pénzforgalom lehet egymás között közöttünk, amelyet ez úgymond fatua, azaz, hogy ember által hozható legmagasabb, úgymond parlamenti eh, 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 szinten meg tud hozni, tehát az azaz határozat szinten. Na most ez a testület választott engem elnökévé két évvel ezelőtt, és ezt a, ez azért tartom nagyon fontosnak, mert itt nem arról van szó, hogy most a hitelveket és Allahu Akbar-t üvöltözve utcán felvonulásokat szervezünk, nem ez a dolgunk. Az a dolgunk, hogy megkönnyítsük erő, európai cégeknek a piacra kerülését az iszlám világban. Ehhez milyen szabályozást, milyen fogyasztási kultúrát kell, hogy ők, ők úgy, úgymond figyelembe vegyenek. Átvegyenek esetleg. Így van. Ahhoz, hogy ez megkövetkezzék, ahhoz minél több úgy, úgymond muszlim felvilágosult embert alkalmazzanak, aki ezt elmagyarázza, tehát együtt dolgozzanak, együtt keressék a kenyérre a pénzt, hogy közös érdekeik legyenek egy cégen belül. Ugyanakkor nekünk is fontos egy bizonyos gondolata hogy mi, mi a mi kultúránk, de ugyanakkor nekünk meg fontos tudni azt, hogy milyen európai tudományos módszerek vannak, hogyan tudunk mi analizálni, hogyan tudjuk mi az ellesni az európai kultúrából azokat a vívmányokat, ami nekünk jó, hogy ne az európai termékek szemétlerokó helyei legyenek a muszlim piacok, hanem ha meghatározott óriási német, holland laborcégekkel vagyunk kapcsolatban, akiktől mi a tudományt vesszük át. Tehát a tudomány ostromolja a mi középkori hogy mondjam, gondolkodásmenetünket, ugyanakkor a mi, úgymond filozófiánk, kultúránk pedig áthatja azt, hogy mi, ami segít őket minket megérteni. Tehát ez a, ez a lényege, és ez a, 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 a diskurzusba, a párbeszédbe nagyon belefér, és nem úgy, hogy Jézus vagy Mohamed, mert itt sosem fogunk egymásra találni. Nagyon jó, az az igazság, hogy én is régóta foglalkozom ezzel a kérdéssel, hogy az okukozati összefüggéseket, hogy jó, hát a háború az egyik az, hogy amellől természetesen menekülnek, hiszen családot meg kell menteni, mi is menekültünk, és aztán végül is Ungváról végül is baragyába találtuk, mert hát a háború Ilyen, elhozott bennünket. Európa mennyiben tudná segíteni az, hogy a szülőföld megtalálja a helyét azokon a az országok ahol nincs háború? Vagy a háború hogyan tudná? Most itt beszélt, Iszlám Állam, azt úgy befejezni, segíteni, hogy aki ott született, az ott érezze magát, és ne kell neki új hazát keresnie. Ebbe, a, a, amit te mondasz, a párbeszédnek ez volna az egyik, szerintem az egyik leglényegesebb eleme, hogy ebbe találják meg az, hogy, hogy valóban tényleg az az arab ember, aki azt mondja, hogy Szíriából a háború miatt, az visszamehessen a szülőföldjére egy konszolidált állapotba. Én azt hiszem, hogy ez az alap, nem? Visszatérnék az elsőként. Döntsük el, hogy mi legyen. Konfrontálódjunk, vagy legyen béke. A béke mellett kevés ér szól, mert békében nem lehet pénzt keresni. És ma a pénzről szól. De amennyiben sikerül, ne Isten, a béke mellett megegyeznünk, akkor döntsük el, hogy ne adjunk már az iszlám állam kezébe fegyvert, ne nyilatkozunk egyik oldalon békésen, és a fű alatt pedig támogatjuk a legvéresebb eseményeket, ilyen hollywoodi stúdióbeállításokkal, ami a mi agyunkban meg se születhet, mert azért mi nem nézünk ennyi amerikai filmet. A, és hogyha ez a folyamat elkezdődik azzal, már csak azzal, hogy kitör a béke, akkor szerintem már ez az egész förtelem és ez az egész borzadvány, ami most itt bekövetkezett Európába, egy pillanat alatt megszakadna, hiszen ki az, aki a szülőföldjéről el akar jönni? Erről van szó. Ki az? Hát mindenki a szülőföldjén akar boldogulni. És én azokat a félelmeket is megértem, akik azt mondják, hogy veszély Faktor is ez a menekültáról. Igen, veszélyfaktor, mert nem hoztuk meg a döntést, hogy most legyen még. És ennek érdekében nem tettük meg a szűrési, mert kell egy egészségügyi és egy biztonsági szűrés, és valóban ott van a. De ez a veszélyfaktor, ez nem csak úgymond tirátok, ez a mi ránk is veszélyességi faktor. Elsősorban minket nyírnak ki. Hát ők nem szeretnék, hogyha mi mondanánk meg a Tutit-iszlámban. Ők azt szeretnék, hogyha az ő iszlám gondolkodásuk legyen az, ami itt eluralkodik. És ez az iszlám gondolkodás meg nem tudni, döntsük el, béke legyen vagy háború, mert hogyha háború legyen, az fog pénzt kapni. És az fog felerősödni. Tehát az alapkérdésben húzzuk meg a döntést, hogy legyen köztünk béke. Hát, hát. És ekkor még nagy segélyekre sincs szükség, csak a béke szituációjának a fenntartására is, meg, mert akkor ők lesznek olyan okosak, hogy ők a saját hazájukat, hiszen van éppen elég hátterükben lévő szén, hidrogén, gáz, stb., hogy ők ezt meg, hogyha ezt a lehetőséget megadjuk nekik. És te hogy látod, hogy Európa, és hát most vegyük úgy, hogy nem az arab világ, hanem a. Többi. A béke irányában tud összefogni az arab föld béke érdekébe, vagy nem? Vagy nem akar? Nem tudok erre választ adni, mert nem tudom, mi van az európai fejekben. Tehát, mert a szózatok, a megnyilvánulások a politikai platformon, az mind a béke irányába hat, de mégis háború van. És mégis nincs, nem születnek meg a megoldásra megfelelő határozatok. Tehát ez a impotencia, ez a tutyimutyiság, ez a jelen helyzetben nem hiszem, hogy megoldásra vezet. Itt egy konkrét döntéshozatali rendszert létre kéne hozni. És ezt most már azt mondom, hogy nem egy maga Európa kell, hogy meghozza. Hogyha velünk van probléma, akkor velünk együtt kell, hogy meghozza. Igen, igen, hát ez, ez valóban a. Az egész globusznak kellene a béke irányában több erősségtér tenni. Nagyon fontosnak tartjuk azt is megemlíteni, hogy Európa hangsúlyozza az európai értéket. Definiálja mi az? Tehát én megértem azt, hogy demokrácia, emberi jogok, stb., de hol van? Akkor definiálja azt, hogy ezt a, ha már ilyen erős ez az, az európai érték, miért nem védi meg? mert ha ezt megvédené, akkor minket is megvédene. A migránsok zöme az európai értékek miatt jön ide. Igen. Csak definiáljuk. És higgy el, hogyha az, hogy Európa ezt definiálni tudná, akkor a mi oldalunkon is rengeteg támogatást tudna kapni. Igen, ez egy érdekes dolog, ugye most ebben Magyarországnak az álláspontja ismeri mindenki. A kérdés az, hogy ez ez hogy oldható meg úgy, nagyon ügyesen azt mondtad, hogy a egészségügyi és, és, biztonsági és biztonsági szűrés. Tehát amikor amikor ezt az áradatnak a regisztrációja történik, akkor nincs pár beszéd az érintett családdal vagy személlyel, hogy ő neki az okokozati összefüggés és a végérvényes elgondolása az egy idéglenes tartózkodást vagy egy végleges tartózkodást szerette. Tehát ugye ehhez, ez adhatna erőt azoknak, akik a béke irányában akarnak megoldani, akkor a szülőföldedet teszem békévé, hogy te ott érezd magadat, és nem, nem, itt, de ha itt, akkor természetesen be kell integrálódnod abba a környezetbe, ahova kerültél. Ez, így hát így. a fajta párbeszéd egyetlen egy migránssal idézőben nem szeretem ezt a szót emberrel, mert párbeszéd az emberért, mindegy, hogy milyen színű, milyen vallású és milyen nyelvet beszél, akkor is emberről van szó. Ez az ember szolgálatára hivatottak, mint azok, akik a közösséget vállalták vezetni. Mindegy, hogy ez párt, egyházi vagy bármilyen közösség, de mindig az embert kellene közösen valahogy összefogva szolgálni. Hogy Magyarországnak ez a fajta, úgymond, segítése és benne az ítélő mondjuk arab közösség tudott -e ebbe segíteni, hogy egy ilyen regisztrációnál ezek a kérdések is előjöjjenek. És abban a pillanatban már nincs, nincs, olyan gondom, hogy ezek terroristák. Mert tudom a, a tisztességes párbeszédből, hogy ő miért van itt. Én és, van. miért, és meddig szeretne itt lenni, és és mi a szándéka, és mi a szakmája. Tudná-e ő, az ő szakmáját, ő itt is tudná esetleg hasznosítani, mert úgy gondolja, hogy haza már nem tud menni, de ha igen, akkor természetesen visszamenne. Ez a fajta emberi párbeszéd, nekem az érzésem, hogy ez hiányzik. Én Bécsből látom, amit látok, tehát nem igen. nagyon tudom a napra készen lekövetni, ami itt van, viszont azt látom, hogy Magyarországnak van egy határozott álláspontja, ami tiszteletre méltó, mert nagyon kevés határozott álláspont van ma Európában. Most ezt nem, nem minősítem, hogy ez most jó álláspont vagy rossz álláspont, de legalább határozott, tehát hogy legyen egy kerítés, ami megvédi az országot és az EU határait. Nekem egy hiányzik belőle az emberi faktor. Tehát lehet egy országot megvédeni, lehet demonstrálni az EU felé, hogy én ezt most megcsinálom, és ti mit tatyögtök. Lehet ezt egy belpolitikai, ért, tehát értéké váltani, hogy engem választatok, mert akkor mi ezt meg tudtuk oldani. Ez mind rendben van. Ehhez nem értek, mert ez politika. Viszont egy hiányzik bennem, hogy ha megvan szűrve az a társaság, ha megvan, és ha megérdemlik mert és azt sem mondom, hogy mindenki megérdemli, mert nem mindenki a háborús övezetekből, Szerintem 10-20% jön szíriából meg a helyekről, Igen. a többség még az sem. E, akkor miért nem jöhet be onnan egy orvosmérnök, vagy akár ki a saját családjával. Hány magyar család vagy magyar állampolgár kapott menedéket 56-ban, itt vagy ott vagy amott, és senki sem mondta nekik annak idején, hogy menjetek, mert ilyen veszély. Meg olyan veszély. Ha meg van szűrve, pedig ők a kommunizmust vihették volna be, mint fertőzést abban abba a világban, Igen. ami attól irtózott. A igazi gondot, és visszatérek most a migrációra, nem a vallás különbözőség, és mindenkivel szembeállok, akik az iszlámot mumusként festik le, mert ha egy az Isten nem lehet különböző értékrendje, ezt már mondtam, hanem a, és nincs különbség egy muszlim orvos és egy keresztény orvos között, vagy akármilyen orvos között, hanem az eltérő kulturális szintek okozzák. Tehát, nem az, tehát egy afgán birka pásztor, ha ide jöntek, mindegy, hogy muszlim vagy keresztény, ha lenne ott keresztény. Az eltérő, az eltérő kultúrkörnyezet, az eltérő neveltetés, az eltérő reakciók, amelyeket az ottani világ, de az nem az iszlám. És hogyha az iszlám nevében történnek dolgok, akkor vegyük ki, mert akkor azok hamisan történnek. Igen, és, és ezt Ferenc Párpa jól látja. És ebben támogat, hát én a magam szintjén támogatom, ha tudom, mert ez jó van. De egy olyan világban, ami úgymond megszűnik a távolság ember-ember között, ami globalizálódik, és ez nem az emberek óhaja, hanem a pénz, a nagytőke, a hatalom, mindennek, az, hogy globalizálódjon, elkerülhetetlen, hogy mi valami módon ne találkozzunk. Már nem elkülönült városállamokban vagyunk, amelyek 500 nap különbséggel kapnak híreket, mert akkor ér oda a lovashinto. Itt, Itt Itt most már kultúrák, itt most már vallások, teljesen mindegy, hogy Európa, vagy Afrika, vagy Ázsia együtt vannak. Ezeket a folyamatokat meg kellene könnyíteni és a kulturális kiegyenlítődéssel, a neveltetési, a felzárkóztatási dolgokkal kellene foglalkozni, ne pedig abban, hogy megtalálni azt, hogy most Mohamed mit mondott, vagy Jézus mit mondott. Igen, hát végül is az a, ha, ha te elmentél Egyiptomba, akkor neked idéző ebbe kutyaköteleségedet megismered, hogy hol vagy. Ez így van. <laughs> Na most ez, ez oda vissza igaz, hogy hol vagyok és mit várhatnak itt el tőlem. Én ebben hogy tudok hasznos tagjává válni annak a közösségnek, ahova én kerültem. Na, én csak ilyen emberi dologba tudom elképzelni azt, hogyha kényszerülök arra, mindegy, hogy gazdasági, vagy háborús övezetből való menekülésbe, akkor kell tudnom, hogy hova. Ehhez pedig fel kell készíteni ők. Ez így van. És hogy visszatérek az új újévi... Problematikára a Düsseldorban, vagy hol volt, hogy a német fesztiválozók között a hölgyeket megerőszakolták? Kölnbe, elnézést. É, miért a nők elleni erőszak nálunk nem bűn? A, az, hogy baltával legyilkol valakit a vonaton, nálunk nem bűn. Épp olyan bűn. Csak ez nem kap hangot, hogy mi is elítéljük. Hogy ne ítélnénk el. Mi is azt szeretnénk, hogyha valami normális folyamat indulna, nem pedig baltás, késes egyebek. Ez, ez, ez ránk is épp úgy hat, ránk sokkal jobban visszahat. Ez nagyon érdekes, ugye nem régen hallottuk azt a hírt, hogy Magyarországon munkaerő hiány van. Vagy ez egy más kérdés, hogy mennyien mennek ki, és miért mennek ki, és ott találják a megélhetésüket, vagy egy részben, és az a, a, vagyonuk egy jelentős része. Ezt ismertük annak idején is, a, mondjuk a jugoszláv vendégmunkások, török vendégmunkások Németországból is hazavitték a pénzt, és otthon használták föl, tehát végül is ott fejlesztettek házakat, és így tovább. Ha itt munkaerő hiány van, akkor ez a faktor, amelyik most közel van hozzánk, ezekből nem lehet munkaerő jó szakembereket kiválasztani, akik úgy gondolják, hogy családostól ők ezt az új hazát szívesen megfogadnák. Nincs, nincs erre lehetőségünk? Én azt mondanám, hogy ha itt tízezres létszámban lép fel a munkaerő hiány, mint ahogy halljuk a Igen. miniszter úr nyilatkozatát, ebben a nagyságrendben bizonyos, hogy nem tudjuk ezt a... Minőségi kategóriát kielégíteni, és nyilván, hogy jobban jönne, hogyha nyelvi, kulturális szempontból, Ukrajnából, vagy akárhonnan nyelvi és etnikai azonosság alapán betelepülőkkel pótoljuk. De hogy százas nagyságrendben tudnánk belőlük meríteni, az egész biztos. És ez azért is lenne fontos, mert ők jó emléket hagynának bennünk mert nagyon sokan úgy távoznak Németországból, hogy rossz emléket hagynak benne. Jaj, jó, jó, amit mondasz. Azt hiszem, talán Bermiklós püspök úr említette azt, hogy, hogy, nagyon sok üres ház van, ezeknek nem tudni, ki a tulajdonosa, de lehet, hogy szívesen befogadnának olyan családokat, akik a település érdekében hasznos tagjai lehetnek, és segíthetnék annak a közösségnek a további életét. Én azt hiszem, hogy ez a kérdés, ez Nyitom, ma maradt még sokáig, nem csak köztünk, de az az érzésem, hogy egy nyelven beszélünk, mert az emberről beszélünk. És nagyon szépen köszönöm, Én köszönöm. hogy együtt lehettünk, és megosztottad a te ismereteidet másoknak is. Köszönöm még egyszer. Köszönöm.